Azt volt Budapest nevű rendezvény miatt gyűltünk össze, aminek a célja, illetve sajnos a kiváltó oka az az, hogy a Baranya megyei rendőrség köz létrehozott egy olyan videót, ami a szexuális erőszak elkövetői helyett az áldozatokat hibáztatja. A rendőrség vonja vissza az áldozat hibáztató anyagokat. Ezek a videók csak tünetei annak a társadalmi attitűdnek, mely nemi alapon diszkriminál, kettős mércét alkalmaz, és ítél. A legfontosabb az az, hogy elérjük azt, hogy megváltozzon az a hozzáállás, mert szerint az áldozatok felelőssége a szexuális erőszak. Felháborítónak tartom, hogy a nemi előítéletek, melyek ugyan mind a két nemet érintik, de a nőket kiemelkedő módon, végig kísérik a társadalom nagy részét, konkrétan jelen esetben a felét, egész életük során. A kormány a 2015-ös költségvetésében számos luxus kiadás dacára nem tért ki a nők elleni erőszak áldozatainak valós védelmére. Semmit sem tudsz a szexuális erőszakról? Tehetsz róla, tehetsz ellene. Amikor egy baráti asztaltársaságnál előkerül a kérdés, hogy eddig ki hány emberrel volt, mert ez előkerül a sörözésnél, akkor még a férfiak büszkén vállalják azt, hogy ők eddig hány nővel voltak, a nők kikerülik a válaszadást, vagy pedig elkezdnek szabadkozni. Mert ha azt mondanák, hogy 8, 14, 21, akkor utána hátuk mögött lekurváznák őket. Az áldozathibáztatással megszégyeníted és elhallgattatod a túlélőket? Tehetsz róla, tehetsz ellene. Dühít az, hogy a nők a munkavállalás során egy üvegplafonba ütköznek. Az, hogy a nőknek beszólnak az utcán, az, hogy egy nő fél, amikor egy busz megállóban este egyedül kell, hogy legyen. Ugyanakkor... Haza kell kísérni a kislányát. Káros előítéleteket terjesztesz közpénzen? Tehetsz róla, tehetsz ellenem. Mi is tehetünk róla, hogy ez a kettős mérce a társadalomban benne van. De nem csak tehetünk róla, hanem tehetünk is ellene. Ma azzal, hogy itt voltunk ezen a felvonuláson. Holnaptól pedig azzal, hogy amikor nemi előítélettel találkozunk, akkor szóvá tesszük, és vitába szállunk ellene. Tehetsz róla, tehetsz ellene.